nem véletlenül alakult úgy, hogy muszáj volt moratóriumot kérnünk az európai közösségtől. Mert olyan például a földárbeli különbség Nyugat-Európa és a később csatlakozott országok között, hogy ez egy katasztrófát indítana el, hogyha nem lenne moratórium. Jár zárójelbe jegyzem meg, hogy nem lehet nyugodt az ember, mert a moratórium egy év múlva lejár, és ezek a fajta viszonyok alig változtak valamit, ez aránytalanság, és közben nem látszanak azok az eszközök, amelyekkel igazán biztonságosan meg lehetne védeni, nem csak jogi, hanem közgazdasági intézmény és egyéb eszközök, amivel meg lehetne védeni ezt a környezettől. Pontalan tőkétől, spekuláns tőkétől, ami hihetetlen erővel tud rázódulni egy ilyen földkérdés. Nem szennyezi el a vizeket, hogy fenntart egy élhetőt, hogy embereknek munkát ad egy adott térségben. Ezek fontos dolgok, de ezeket a piac nem hozná el érvezetősen. Tehát ezeket valakinek meg kell fizetni, és ezért dönt az európai közösség úgy, hogy ebből a közös kasszából finanszírozza ezeket a teljesítményeit. Nos, ez az egyébként logikusan elképzelhető és tulajdonképpen jó eszköz, hogyan forgatható át, hogyha ezt egy spekulációs célból tekintünk erre az egész problémára. Miután a földhöz kötődik, 60 ezer, 61 néhány ezer forint ma ez a direkt támogatás, és hát egyéb támogatások is kötődnek a földhöz. Erre majd egy-két példát szeretnék hozni, hogy ez milyen attraktív ebben a spekuláns körben. Hát bizony ez is elindítja a fantáziát, mert hogyha itten 100 ezer hektár számra össze lehet szedni ilyen, hát ma már olyanokat látunk, hogy a főnemesi birtokok nem voltak ekkorák, mint amikor a birtokok Magyarországon kialakultak, mert egy-két példát szeretnék, hogy lássuk, hogy hogy is néz ki ez a dolog. Négy törvényre mondtuk, mi eredetűen azt, csak akkor nem fogadták be ezt a kérdést a nagyfiúk. Négy törvényre mondtuk azt, hogy ezek ilyen sarkalatosok lennének, amire lehet egy új vidék stratégiát építeni. Az első a földtörvény, ez nem csak földforgalmi törvény, hanem hát ebben a föld használatvédelem ügye is, tehát egy komplett földtörvény, ami Nyugat-Európában létezik. A második az üzemszabályozási törvény, ami azt mondaná meg, azt mondja meg, nincs még előttünk most sem. Hogy ki, hány gazdaságot, mekkora térmértékkel, milyen feltételekkel üzemeltet, ez a használat. Nem a bérlés vagy a vásárlás, hanem így használhat. Így működtetnek ilyen birtokokat. Általában Nyugat-Európában egy érdekeltség egyet működtet. És van mindenütt valami főleg felső korlát, hogy nem lehet akármekkora birtokokat működtetni. Ez az üzemszabályozási törvény. Európa egyébként ezzel védi meg nagy részt. Nem a földforgalmi törvénye, hanem ezzel védi meg magát az ilyen spekulatív tőkével szemben. Az üzemszabályozási törvény. A harmadik törvények azt mondtuk, hogy a családi gazdaságról szóló törvény. Hát az első Orbán kormány alatt alakult egy földbizottság, ami a családi gazdasági dolgot elindította. Nem volt idejük befejezni, azt gondolták nála az ember, hogy hát ez természetes, hogy most akkor folytatja. Ez van leírva a vidék stratégiával egyébként. Kisközepes családi gazdaság. Európa erről szól. Franciaországban 52 hektár ma az átlagos birtok méret. A nagy birtok Franciaországban, a nagy birtok, mondom még egyszer, a legnagyobb. Az átlaga van erre egy számítási módja az Eurostatnak. Ez 274 hektár Franciaországban. Most ez versenyképtelen Franciaország? Én nem tudom. Hát Franciaország az egyik legerősebb agrárország Európában. Kiváló adottságokkal. Tehát azt hogy a családi gazdálkodás, családi gazdálkodásról szól a és a negyedik, mert így működik Nyugat-Európa is, akkor jó ez a kisebb mozaikokból építkező módon, az összefogásokat. A kooperációt, a szövetkezés segít. Önkéntesen, nem kolhoz, félreértés, ne esik, nehogy azt higgyék, ne, hogy azt mondja valaki, hogy már megint TSZ szerveznek ezek itt. Önkéntes összefogás. Azért, hogy amikor a piaccal kapcsolatban kerülök, vagy feldolgozok például, akkor nagyobb erővel tudjam megjelni.